Azért nyomás az éven, a Rally 2-ben nem nagyon akar nekünk összejönni. Most egy kicsit úgy gondoltuk, hogy háttérbe szorult a téli gumi, tehát a csúszkálás, a jó kedv, hogy nem kell feszengeni, nem kell számolgatni. És hát egy kicsit lehet, hogy a miskolci falnak menés után most úgy gondoltuk, hogy menjünk mind a ketten egyet, elcsúszkálgatunk téli gumival természetesen. Amennyi kanyar van ebben, nem sok kanyar van a végén, a szemerei végén van kanyar. Igazából így döntöttünk, hogy én is szerettem volna menni, Ákos is. És akkor a két szervizes rác, az egyik beült Ákoshoz, másik hozzám. Gumival egy kicsit mellé nyúltam, úgy gondolom. A nézők biztos örülnek neki, de nem bírom az úton tartani. Hát hihetetlen, nagyon-nagyon keskeny lett a gumi, meg nagyon kicsi. De mindegy, hát óvatosan, nagyon óvatosan kell menni, meg szűk is a pálya, de tetszik is. Úgy igazából jó egy kicsit most visszaülni a bal oldalra, most úgy élvezem. Szuper. Itt slickkel akartunk menni, legalábbis én azzal akartam menni. Megmondom őszintén, kimentünk tesztelni a kocsival, úgyhogy Ákostól kértem 4 gumit, felraktuk, nagyon forró jártunk, mert eltört a féltengely, kiesett a kerék. Konkrétan az Ákossal való esés után 10 napra rá estünk még egy olyan nagyot, hogy húzatópadra kellett rakni ezt is. Úgyhogy így a slicknek köszönhetően közel széria a hátsó híd nem bírta a féltengely a slickgumit. Eltört, kiesett, nagyon összetörtük magunkat, mármint a kocsit. Helyre raktuk, és akkor így lett a döntés, hogy marad inkább a téli gumi. De nagyon, már most egyre jobban érik bennem, hogy tetszik. Tehát jobb oldalról nagyon tetszik, és úgy érzem, hogy szerintem valamennyire azért menne ez a dolog. Hát ugye nyilván meg kéne nézni. Egyébként, ha hozzánézem most az időeredményünket az elejéhez, ahhoz képest, hogy ilyen 55-ös téli gumival megyünk, ez az elejéhez, az első 5 kocsi, az a 20 másodperc, az nem egy nagy dolog, úgyhogy tényleg úgy elveszünk, hogy tehát nem lehet vele menni. Én lehet, hogy az utolsó körre kérek Ákostól 4 gumit, ő is azzal akar menni. Nem tudom, megnézzük. Kíváncsi vagyok. Tehát lesz, eljön az idő, amikor odaállok a mezőnyhez szerintem. Megnézem, hogy hova érünk oda.